hagyományos első csütörtöki engesztelő imára hívta Spányi Antal megyéspüspök Székesfehérvár híveit a Maroshegyi Fatimai Szent Szűz tiszteletére szentelt templomba, hogy hallgatva az egyház iránti szeretetük hangjára egy közösségként fohászkodjanak Istenhez. A főpásztort Nyárai Horváth István plébános köszöntötte. A főpásztor a szentmisében arról beszélt, hogy az Ószövetség világától fogva az ember lelkében ott él a kép, ha Istenhez imádkozik, akkor helye van az ő országában. Jézus azonban a mennyek országának titkáról példabeszédeken keresztül tanított minket. Az elrejtett kincs, a gyöngy és a háló kivetésének történetei arra hívnak mindannyiunkat, hogy áldozatot kell hoznunk Isten országáért, meg kell szabadulnunk gyengeségeinktől és bűneinktől, és késznek kell lennünk arra, hogy mindent ő neki adjunk, minden emberi elgondolásunkat is. Jézus kemény szavakat mond az így gondolkodó embereknek, és azt mondja, a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat teremteni az Isten. Nem elég hivatkozni rá, az üdvösség útja az élet odaadásának az útja. A közös imaórán a főpásztor azért is fohászkodott, hogy minden ember egyszerűségben és őszintén ki tudja tárni szívét és lelkét Istennek. Megbánva, amit rosszul tett, elnyerhesse a békét élete legfőbb orvosától, aki az egész világnak is békét hozott. Eléd tárjuk szívünket és lelkünket, sebzettségünket, mindazt, ami fájdalom, ami keserűség, ami félreismerés, ami az életünk terhe és nehézsége, amelyet nem kéne, hogy hordozzunk, de amelyet más emberek raknak ránk, vagy amelyet éppen bűneink okoztak nekünk. A Szent Óra végén az egybegyűltek a főpásztor vezetésével, elimádkozták az Eukarisztikus Kongresszus és a Prohászka ima szövetség imádságát. A megyéspüspök felolvasta azt az imát, amelyet kérésére az egész egyház megyében mondanak az üldözött keresztényekért. Kérünk, emlékezz meg keresztény testvéreinkről, akik Irakban és bárhol a világban nevedért üldözést szenvednek. Adj nekik erőt a megpróbáltatásokban, vigasztalást a szorongattatásban, és békét hitük megvallásához. Kérünk, add meg üldözött testvéreinknek, hogy tanúság tételükben szilárdan kitartsanak, és folytonos békében élhessenek.